Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Vízkereszt ünnepén, amikor szentmisénket Szőke János szalézi atya lelke üdvéért ajánljuk föl, aki egy esztendővel ezelőtt áldozó papsága 58. évében, illetének 85. évében költözöttünk az örökké valóságba. Szeretett jó testvérek! Ma arra emlékezünk, hogy bölcsek jöttek, hogy hódoljanak a gyermek király előtt. Ezért is hozták neki az aranyat. Hódoljanak az Isten fia előtt. Ezért is vitték a tömjét. És hódolni akartak a szenvedő messiás előtt, akiről már az Ószövetségi Szentírásban írva van, hogy az ő készségei, betegségei, szenvedései által gyógyulnak a nemzetek. Ez rájuk is vonatkozott, mert ezek a bölcsek nem voltak a Ószövetség választott nép tagjai. A nemzetek képviselői ők. De biztos vagyok benne, hogy ezek a bölcsek nem egyedül mentek, hanem velük mentek a szolgáik is. Hadd mondjam, hogy egyik kis szolgájukat úgy hívták, hogy Szürke János. 1927. február 13-án született Békés megyében, Csorbáson. Szülei 13. gyermeke. Szalézi rendre lépett tanulmányait Olaszországban, a rend központjában, Torinóban folytathatta. Papa szentelése után még 2 évet a ligúriai tengerparton töltött egy szalézi gimnáziumban, mint tanár. Svédországban 1958-tól volt 8 éven a magyar menekültek lelkipásztora. Majd Nyugat-Németországba került, Stuttgart székhelyében jár. Onnan 1975-ben Rómába, ahol az üldözött egyházak segélyszervezete, a Kirche in Not, Ostpriesterhilfe működött. A szervezet aztán áttette a székhelyét Königsteinben, Németországban, és ennél a szervezetnél lett Szőke Páter a keleti osztály vezetője. Ilyennek ismertük meg őt. Aki nem keletről jött csupán, hanem nyugatról kelet felé is irányult, és vitte a kincseket a Jézus testvére. Aztán, amikor Vincenti Bíboros atya számüzetése Magyarországon befejeződött és kezdődött a nyugati, akkor felismerte, hogy mennyire fontos a Bíboros atya életére vonatkozó adatok gyűjtése. Mindezt titokban tette, nehogy a magyar egyházügyi hivatal Budapesten megtudja és megakadályozza, mert a hálózat mindenfelé tevékenykedni akart, mint ahogy Herodes király is megbízta az ő ágensait, hogy kövessétek a 3 betlehemi útra induló királyt, jelentsétek, sőt, de akarta őket is szervezni. Jelentsétek nekem! Mint szalézi, sok lelki pásztor és ifjúsági könyvet adott a szalézi nyomdája. Szőke Páter 1996-ban újraindította ezt a munkát.
kincset adott az ifjúság kezébe. De mindig a Jézus látogató, a Jézust imádó, a Jézust ajándékozó embernek számolnia kell a feladattal, hogy szentté kell lenni. Azok a keleti bölcsek még nem voltak szentek, de szentekké lettek a Jézussal való találkozás miatt, a Jézus előtti leborulás miatt. Ezt a szent Krisztus követést a gonosz mindig meg akarja akadályozni. Olyan, aki tönkre akarja tenni Krisztus ügyén. Ha Szőke Páter Vincenti Bíboros atya boldogalvatásának egyik kezdeményezője, és akkor azután attól hátra levő életében odaadó előmozdítója volt, akkor nem lehet csodálni, hogy őt is figyelték. Nem csak földi ellenséges erő, a gonosz is. Szent Péter írja, a sátán, mint ordító oroszlán, körül jár és keresi, kit nyeljen el. Herodes nem véletlenül tört a gyermek életére. Nem véletlenül tört a gyermek társainak, a kicsi betlehemi kisdedeknek az életére is. Szőke atya, éppen amikor a boldogalvatási ügyekben annyit utazott, bizony olyan autó balesetet szenvedett, hogy abban majdnem belehal. De az Úr elküldte angyalát, és megmentette életét, hogy még tovább folytassa munkáját. A gonosz lesből támad. Folytonosan el akarja szakítani az embereket Istentől. Hogy ne Isten elgondolását kövessék, ne szentek legyenek, hanem hazudjanak, gyilkoljanak. Mint ahogy Jézus mondja, a sátán, a hazugság atya, gyilkos, kezdettől fogva. Milyen a gonosznak a tevékenysége? Folytogat. Meg akarja folytani Krisztus ügyét. Egyik testvérünk egy éjszaka fölébredt. Még nem nyitotta ki a szemét, mert olyan jó volt az éjszaka csendjét átölni imádságos lélekkel. Csukott szemmel látta, mintha kitárult volna a szobájának ajtaja, és olyan világosan, olyan békesség áradt volna. És még nagyon csend. És figyelt az Úristenre. És az őrszőangyalra gondolt, akit az Úr elküldött, hogy védelmezze őt is az Isten felé vezető úton. És egyszer hirtelen, mintha valaki a torkát akarná megfogni, hogy megfojtsa, érzett egy suhanást, és a mellette levő párna részen egy zökkenést. És nem a keze érte el a sátánnak, hogy megfojtsa, hanem az őrszőangyal kiütötte a sátán támadó kezét, és nem tudta folytogatni azt, aki Istenről és az ő szentjéről, angyalairól gondolkodott. És az élmény volt ez a testvérünk számára életet további részében. Sátán nem győzhet, mert ő ellene mondott. Kétségtelen újra meg újra támad. Jézusunk ezért kérte, a mi atyánkkal imádkozzunk, szabadíts meg a gonosztól, mert minden nap támad. Folytogat. Van testi abortusz, amelyen
De van lelki abortusz is, amelyel naponta sokkal több lelket akar a gonosz tönkretenni. Mennyi minden eszköze van a médián keresztül, ismerje. Van abortusz tabletta. Van a családnak a tönkretételére tevékenység. Hiszen a család fogalmát is tönkre akarják tenni. És bár a magyar alkotmányban benne van, hogy az egy férfi és egy nő szeretetteljes, bűséges életközössége, ezt az Istentől alkotott családfogalmat destruálni akarja. Tönkre tenni, megfojtani, tágabbá tenni, nem az Isten elgondolása szerint tenni. Minden élet ellenes fellépés Isten ügyének a megakadályozására irányul. Szürke Páterre el lehet mondani, hogy ő is, mint a napjeleti bölcsek kis szolgája, a Jézushoz érkezés miatt megszentelődik. Sancta, sancte. Ez az egyháznak a elmélkedő gondolata. Szent dolgokat szentül kell végezni a papnak, így hangzik el a pap szentelés szertartása. És ez egy életre szóló feladat. Szürke Páter pedig nem csak a szent dolgokat, hanem az élet szentségre törekvő magyarokat is követni akarta szent módon. Ő is tudta, éppen a szenteknek a példája tanulmányozásából, az lesz szent, aki ellene mond a sátánnak, a kísértőnek, a kísértésnek. Az lesz szent, aki Istent választja, hogy az a keresztségi fogadásnál elhangzik. Ellene mondok, szóval meg. És hiszek a Szent Háromságos Egyistennek. Vagyis az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket és a Szent Háromság által egy közösségbe gyűjtött keresztény egyházat választom életem vezér eszméjének. Az egész életünk megszentelődik, hogyha Istent választja. Az a keresztény, az a pap, akit Isten jár át, akit Isten igéje értett, aki Isten szentjének a nyomába akar járni, aki Isten szentjével maga is szent akar lenni, azt átjárja a győzelem öröme, Isten uralmának öröme, megvalósul ő benne is Isten országa. Amen. Köszönöm.